A kieső zónába visszacsúszott DVSC otthonában lépett pályára csapatunk az OTP Bank Liga 13. fordulójában. Újra Petrással kezdődött az Eto összeállítása, aki mindjárt a mérkőzés elején a 6. percben egy szép védés mutatott be, lábbal tolta ki a debreceni csatár lövését, és aztán az ismétlést is sikerült blokkolni. Természetesen tiszta fehérben a Debrecen, zöldben pedig a mieink. És a 8. percben egy gyönyörű szabadrugás kombináció végén megszerezzük a vezetést. Óró készíti le és íveli középre, Bumba pedig két debreceni védő között kibújik, és a hálóba felé a labdát. Megvan csapatunk vezető gólja, Claudio Bumba, aki most került vissza a kezdőcsapatba, góllal hálálja meg a bizalmat Óró beadására, pontosan érkezik, és a hálóba fejel. Néhány perccel később újra Bumbánál a labda, érkezik Óró, őt még blokkolják, a kipattanó Salié ellövide a kapufáról, mellé megy a labdája. Megyeri bizonyít már verve volt, támadásban maradtak a mieink, irányították a mérkőzés és egymás után alakították ki a helyzetet, egy szép sarkazás Márkutól, aztán Bumbaivel egy középre Tóth Rajmund ollózással. Mellé megy ez a lövés is. Gyönyörű volt a mozdulat. Még mindig az első fél időben vagyunk, és próbáljuk rálőni a második gólunkat. Márkuló éleszögből, de véd Megyeri, aztán az ismétlés pedig mellé durantja Óró. És hogy mennyire fontos lett volna a két gólos előny, az itt Heitor labda eladása után derül ki igazán. Megpróbálja a brazil játékosunk visszaszerezni, de aztán valahogy oda kerül mégis a debrecenék elé a labda. Az első lövés megvan még, Petrás hárítja, de a kipattanót már nem tudja. Bárány Donát fejeli a hálóba a Debrecenek egyenlítő gólját. Petrás lábbal remekül blokkolt, az ismétlés nincsen meg. A második fél időben sem változott a játék képe, az Eto irányított és alakított ki helyzeteket, de hogy az első fél idő nagy részében ezúttal is kimaradtak, Bumba lőtt itt mellé. Aztán Bumbát még visszahúzni sem tudják, Tóth közben eltűnik, a beadás még jó lehet, megpróbál Szali ráfordulni a kapura, és eltekeri a kapu mellé az 54. percben. Orbély Balázs bosszús, mert nagyon kellett volna ez a második gól, ami a Debrecennek viszont összejött, mert itt ennél a szituációnál gyakorlatilag a harmadik helyzetéből a második gólját lövi a Debrecen. Stojkovic gyönyörű csellel tisztára játssza magát, és aztán ballal eltekeri a hosszú sarokba. De az Eto nem adta fel, és az egyik pontot megmentette a végén. A beadás után Megyeri pont Bitri elé öklözi ki, aki nem teketóriázik, és a csapatkapitány belövi a hálóba a labdát. Mindez azt jelenti, hogy bár győzelmet érdemeltek volna a mieink, egy ponttal meg kell elégedniük. Így a 9. helyről 14 ponttal várjuk majd a folytatást.